Több amerikai városban éjszakai kijárási tilalom van, Trump elnök a katonaságot is kézbe vetni a tüntetők ellen. A tervek szerint 2030-ig 8-10 honvéd szakközépiskola és kollégium kezdi meg működését Magyarországon. Egy nap alatt 5 koronavírusos beteg halt meg, 29 új fertőzöttet regisztráltak, 427 beteget kell kórházban ápolni. És nem bírnak a vaddisznókkal a Balaton északi partján, az állatok egyre bátrabbak, a házak között is megjelennek. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Nemes Anna. Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. Az Egyesült Államokban folytatódó zavargások miatt New Yorkban éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el, és megduplázták az utcára vezényelt rendőrök számát. Korábban Manhattanben a tüntetők törtek, zúztak, kifosztottak egy patikát, feltörtek luxus cikkeket árusító üzleteket és autókat gyújtottak fel. Közben nyilvánosságra hozták a rendőrségi intézkedés miatt elhunyt fekete férfi második boncolási jegyzőkönyvét, amely szerint George Floyd a rendőrök folytogatásába halt bele. Az első jegyzőkönyv még azt állította, hogy a 46 éves férfi nem a rendőrök brutalitása miatt halt meg. Donald Trump elnök Washingtonban kijelentette, ha a helyi tisztségviselők nem tudják megfékezni a zavargásokat, akkor kész akár a katonaságot is az utcára vezényelni. Trump ezután népes testőrgárda kíséretében átvonult a Fehérház szomszédságában lévő Szent János templomhoz, ahol magasba emelt egy bibliát, miközben nem messze a rendőrök könnygázzal és gumilövedékekkel oszlattak fel egy amúgy békés demonstrációt. A fotózkodásért ellenzéki politikusok és egyházi vezetők is bírálták az elnököt. Az Egyesült Államok több nagyvárosában is folytatódnak a demonstrációk, a nyugati parton, Kaliforniában is több helyen erőszakba torkoltak a tüntetések. Los Angelesben ott van tudósítónk Balogh Klaudia, aki a helyszínről számol be a legfrissebb eseményekről. Alig lehet ráismerni Santa Monica-ra és a környező Los Angeles-i városrészekre. A vandalizmus odáig fajult, hogy akik tehették, bedeszkázták a kirakatukat, hogy a tüntetők ne okozzanak még több kárt. Szinte egész nap lehet hallani a szirénákat és a fejünk felett elhaladó helikoptereket, ahogy a rendőrség igyekszik fenntartani a rendet, de ez egyre nehezebb. Habár a tüntetések többsége békés, elég egy-egy agresszív kirohanás és az egész káosszá fajulhat. És az emberek nem érzik magukat biztonságban. Már lassan egy heten mindennapos a fosztogatás, a gyújtogatások, az erőszak és a vandalizmus. És itt Los Angelesben már hétfő délután 5-kor kijárási tilalmat rendeltek el, ami annyit takar, hogy tilos volt kimenni az utcára egészen ma reggelig. De ezt nem mindenki tartotta be, hiszen sokakat hajt a kíváncsiság. Kalifornia kormányzója Gavin Newsom egyébként már a hétvégén szükségállapotot rendelt el, és ahogy mögöttem is látszik, a Nemzeti Gárda készen létben áll, abban az esetben, hogyha a helyi rendőrség kapacitása nem lenne elegendő egy-egy erőszakos kirohanás visszaszorítására. Los Angeles polgármestere pedig úgy nyilatkozott, hogy mindenképpen véget kell vetni az afroamerikaiak elleni erőszaknak és igazságtalanságnak. De ez az agresszió, ami most van, és ami ráadásul más emberek életét is veszélyezteti, ez nem megoldás. És hogy ez meddig fog tartani, az sajnos nem lehet tudni, ugyanis további tüntetéseket szerveztek egészen Beverly Hills-től Hollywoodon át Los Angeles belvárosáig. Az óvodák a gyerekek háromnegyedét várják pünkösd után, az iskolák viszont kevesebb tanulóra számítanak az újra nyitó intézményekben, a híradónknak nyilatkozó tanárok és óvónők becslései szerint. A járvány miatt egyébként bárki otthon maradhat ezután is. Ez lesz az ajtóhoz. Maszkviselésre és távolságtartásra figyelmeztető táblákkal készül az újranyitásra ez a budapesti óvoda. Az új szabályok szerint a szülők nem mehetnek be az épületbe, a bejáratnál kell átadniuk a gyerekeket. Van egy tábla, hogy idáig itt kérem várjon, mint a gyógyszertárba vagy akármi. Meg lesz lehúzva csík a földre, és odáig lehet menni csak. Egy sor hasonló védelmi intézkedést vezettek be az intézmények országszerte. Ebben a magánóvodában például kötelező a váltóruha és a fogkefék fertőtlenítése is. De a képen látható szőnyeget is felszedték, az óvónők pedig arcvédő pleximaszkban fognak dolgozni. Nem úgy fog folytatódni holnaptól az óvodai élet, ahogy azt megszoktuk, és erre a gyerekeket fel kell készíteni. Az óvoda vezetője a gyerekek háromnegyedére számít a keddi újranyitásra. A reggeli és a délutáni órákat pedig idősávokra osztják, hogy elkerüljék a sorbaállást. Tegnap késő este küldtem ki a szülőknek a táblázatot, hogy jelöljék, hogy ki mikor szeretné hozni, illetve vinni a kisgyerekét, és akkor több gyereket összegyűjtünk egy-egy
megjelölt idősávban, és így egyszerűbb a gyerekeket öltöztetni, vetköztetni. Az iskolák is megnyitnak Pünkösd után, az otthonmaradás viszont továbbra is megengedett, amivel várhatóan jóval többen fognak élni, mint az óvodás és bölcsödés korosztályban. Ha az intézmény szükségét látja, ha a pedagógus szükségét látja, akkor kis csoportos konzultációt, egyéni felkészítést tudnak szervezni az elmúlt hónapok tudásának megerősítéséért. Az egyik tanárszervezet szerint az utolsó hetek egyébként is kirándulással vagy sportolással telnek. Le kellene most már lassan zárni a tanulókat, és hát én magam is úgy tervezem, hogy utána kifejezetten játékos és nem számonkérésre szánt feladatokat, illetve játékokat fogok a gyerekeknek felajánlani. A tanév a szokásos időben, június 15-én zárul. Főleg így ebben a helyzetben, hogy most már a tanulás nem kerül annyira majd előtérbe, valószínűleg a legtöbb gyerek inkább örömmel fog majd visszatérni az iskolába, és inkább a szociális életüket fogják majd fejleszteni és találkozni a barátaikkal. A nyári szünetben felügyeletet kell biztosítaniuk az intézményeknek, illetve újra lehet majd táborokat és más gyerekprogramokat is szervezni a szünidőben. A tervek szerint 2030-ig 8-10 honvéd szakközépiskola és kollégium, illetve honvéd kollégium kezdi meg működését itthon, tudta meg a Népszava a Honvédelmi Minisztériumtól. A tárca azt is jelezte a lapnak, a képzések fejlesztése nem jelenti azt, hogy a kormány a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállításán gondolkozna. Egyszerűen a honvédségi utánpótlás megteremtése a cél. A minisztérium szerint a helyszínek kiválasztásakor fontos szempont egyebek mellett, hogy hosszú távon megvalósuljon az országos lefedettség. Jelenleg 68 középiskolában folyik honvédelmi nevelés a Honvéd Kadét program keretében. Ebben a tanévben több mint 2000 diák vesz részt emelt szintű honvédelmi nevelésben. Nem érzi kirívónak a kormány és az ellenzék küzdelmét Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának korábbi irányítója az Egyenes Beszédben azt mondta, hogy inkább több tekintélyes hangra és testületre lenne szükség, amelyek a szembenállás feletti erkölcsi, szellemi és lelki szempontokat képviselnék. Balogh Zoltán megvédte az Orbán kormány szegénység felszámolására tett intézkedéseit. Azt mondta, a helyzet nem jó, de sokat javult 10 év alatt. Magyarországon a szegénység felszámolásába az elmúlt 10 év alatt, tehát az előző két Orbán kormány alatt olyan lépéseket tettünk, ami Európában kiemelkedő volt. Tehát a mély szegénységből több százezer embernek sikerült kijönni, megkapaszkodni az alsó középosztálynak az alján. Ez részben köszönhető volt a közfoglalkoztatásnak, ami egy jelentős lépés volt a szociális segély helyett, és aztán pedig annak a gazdasági fellendülésnek, ami szívta magába a munkaerőt. Egy nap alatt 5 koronavírusos beteg halt meg, amivel az összes áldozat száma 532-re nőtt itthon. Közben 29 újabb fertőzést regisztráltak a szakemberek, jelenleg 1229 aktív fertőzöttről tudnak. Közülük 427-en szorulnak kórházi kezelésre, 24 beteget kell géppel lélegeztetni. Eddig összesen 2160-an gyógyultak meg az elmúlt hónapokban. Az operatív törzs mai tájékoztatóján elhangzott, a járvány lecsengő szakaszban van, a járvány görbe egyértelműen lefelé mutat. Nem lesz kötelező részt venni abban a kutatásban, amelyben az egészségügyi dolgozókat újraoltják a BCG vakcinával, azt vizsgálva, mennyire ellenálló így a szervezetük a koronavírussal szemben, mondta el híradónknak Szlávik János. A szakember korábban az állami televízióban beszélt a Magyarországon is elindult kísérletről, a kutatás eredményei leghamarabb őszre várhatóak. Szlávik János szerint több országban is vizsgálják az összefüggést a védőoltás és a járvány enyhébb lefolyása között, ezért Magyarországon a koronavírussal foglalkozó egészségügyi dolgozókat újraolthatják BCG vakcinával, hogy kiderüljön, megvédi-e őket a koronavírus súlyos lefolyása ellen. Magyarországon mostanáig 576 egészségügyi dolgozó fertőződött meg koronavírussal, ami az összes fertőzött 14,8%-át jelenti. Az adatokat a koronavírus sajtóközpont küldte el az RTL-nek. A független egészségügyi szakszervezet alelnöke a BCG vakcinával kapcsolatban azt mondta, amíg nem mutatják ki annak pozitív hatását a koronavírussal szemben, addig nem lehet kötelezővé tenni az egészségügyi dolgozók körében.
Az, hogy felnőtt korban milyen hatása van ennek az oltásnak, ez még egyáltalán nem vizsgált és nem bizonyított. Azt is tisztázni kellene, hogy esetlegesen, ha már valamilyen meglévő betegségek vannak, akkor nem nagyobb kárt csinálunk ezzel az oltással, mint amennyi haszna lenne ennek a vírusnak. Szlávik János híradónak elmondta, az egészségügyi dolgozók szabadon dönthetnek arról, részt vesznek-e a kísérletben és újraoltatják magukat vagy sem. A klinikai vizsgálatok rendkívül pontosan megfogalmazzák azokat a kritériumokat, ami alapján egy illető részt vehet a vizsgálatban vagy sem. Ezeknek egy része azok a bevonási és kizárási kritériumok, amik egészen nagy biztonságot adnak annak az embernek, aki ebben részt vesz, hogy szinte biztos, hogy semmilyen súlyos mellékhatás nem lesz. A szakember azt is elárulta, a kutatások még csak nemrég kaptak engedélyt, így az eredményekre őszig biztosan várni kell. Háromnapos üléssel folytatja munkáját az országgyűlés. Ezen a héten a képviselők ma ismét a kormány tagjait kérdezhetik. Szerdán a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet megszüntetéséről kezdenek tárgyalni, míg csütörtökön a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója alkalmából tartanak megemlékezést. Ma délután 1 órakor kezdődik a plenáris ülés, az interpellációkra 1 óra, az azonnali kérdésekre 2 óra áll rendelkezésre. Szerdán a parlament egyebek mellett dönthet a koronavírus járvány gazdasági hatásainak mérséklését célzó adóváltoztatásokról. Július 19-én tartják a Forma 1-es világbajnokság magyarországi futamát a Hungaroringen, derül ki a sorozat kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media közleményéből. A koronavírus járvány miatt csak júliusban rajtol az idény, most az első 8 versenydátumait tették közzé. Július első 2 hétvégén Ausztriában 2 versenyt is rendeznek, ezután utaznak a csapatok Magyarországra. A mogyoródi futam után 2 héttel Nagy-Britannia következik, ahol szintén 2 egymást követ. Hétvégén lesznek futamok, ezután Spanyolország, Belgium és Olaszország következik szeptember elejéig. 4 ember tartóztattak le az ország több pontján, miután a gyanú szerint kifosztottak egy 73 éves nőt. A hajdúszoboszlói asszonyt azzal hívták fel, hogy az unokája balesetet okozott, és gyorsan kellene 2,7 millió forint a kár megtérítésére. Miután az asszony fizetett, ismét kértek tőle pénzt, így összesen 9 millió forintját vitték el. A rendőrök 3 nap alatt elfogták a fiatalokból álló társaságot. Stábunk délelőtt megtalálta azt a hajdúszoboszlói nőt, akit az unokázósok becsaptak, de az idős asszony nem akart nyilatkozni. Őt keresték fel, számára ismeretlenek azzal, hogy az unokájának vinnének pénzt, amiből egy balesetben okozott kárt kellene megtérítenie. Összesen 9 millió forintot csaltak ki az asszonytól. 3 napon belül azonosítottak egy 16 éves lányt, a 20 éves párját, valamint egy 19 éves fiatal nőt. Őket gyanúsítotti kihallgatásukat követően bűnügyi őrizetbe vették, előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. Információink szerint a rendőrök a társaságot az ország különböző helyein, Zalaegerszegen és Szegeden fogták el. A gyanúsítottak vonatkozásában fennáll a szökéselrejtőzés és a bűnismétlés veszélye, továbbá tartani lehet attól, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a sérteteket befolyásolnák, a bizonyítást veszélyeztetnék. A Debrecen járásbíróság mind a 4 személy letartóztatását 1 hónapra elrendelte. A kisvárosban hamar híre ment, hogy unokázós csalók fosztottak ki valakit. Akit megkérdeztünk, azt mondta, hogy próbálna óvatos lenni egy ilyen esetben, és alaposan kikérdezni a pénztkérőket, hogy egyáltalán mi történt. Hol vannak, milyen okból, milyen célból akarják, mert sajnos félrevezetik az embert ezeket, és én előbb kikérdezném őket, hogy ki az, mi az. A rendőrség ennek az esetnek a kapcsán is felhívja az egyedül élő idősek és a hozzátartozóik figyelmét, hogy legyenek körültekintőek, és ilyen esetekben próbálják meg elérni azt a hozzátartozójukat, akinek a nevében a segítséget kérik tőlük. Egy kicsivel több volt, mint ami jól esett, ezt nyilatkozta Kajzere, de rögtön azután, hogy 18 év után kiszabadult a börtönből. A férfit a 2002-es Múri mészárlással hozták összefüggésbe, ahol 8 embert végeztek ki. Később azonban kiderült, a férfinak nincs köze a bűncselekményhez. Az ügy megoldásában nagy szerepet játszó 6 történész tovább harcol a korábban kitűzött 25 millió forintos nyomra vezetői díjért. Szirénázó rendőrautók és egy helikopter jelezte 2002. májusában, hogy valami rendkívüli esemény történt Múron. Nem sokkal később kiderült, az Erste Bank Móri fiókjából 7 millió forintot vittek el a rablók, a bankban pedig 8 embert agyonlőttek.
ezek a felvételek pedig már most készültek a Kozma utcai börtön előtt. Ügyvédjével kamerák keresztüzében szabadult a börtönből Kaiser Ede, akit a móri vérengzés miatt is elítéltek, de utólag kiderült, azt nem ő követte el. Így is más bűncselekmények miatt 18 évet ült. Egy kicsivel több volt, mint ami volt. Bár Kaiser szűkszavúan nyilatkozott, ügyvédje szerint izgatottan várta a szabadulást. Dezső Antal arról is beszélt, hogy mit fog csinálni Védence a szabadulás után. Hát az első dolga az igazolványainak az érvényesítése lesz, hiszen azonban 10 éve lejárta. Hát utána nyilván a szülők és barátok, nem semmi különösebb. Tehát ezek megpróbálva valamilyen módon olyan munkát találni, ami megfelelő. Kaiser Edét és társát még 2002. júliusában fogták el, majd Kaisert 2005-ben jogerősen is életfogytiglani fegyházra ítélték. A nyomozás azonban többször is vakvágányra futott. 2006-ra azonban szinte bizonyossá vált. Nagy László és Weisdorn Róbert áll a vérengzés mögött. Előbbi még a bírósági tárgyalás előtt 2007-ben öngyilkos lett. Utóbbit pedig 2008-ban ítélték életfogytiglani börtönbüntetésre. Legkorábban 74 évesen szabadulhat. Kaisert végül 2009 végén mentették fel a móri bankrablás vádja alól. Egyéb fegyveres rablások miatt azonban maradt a rácsok mögött. A móri ügy áttörését Szebenyi István hozta 2006-ban, aki rátalált a tényleges tettes DNS-ét tartalmazó fegyverre. Hát nyilván az igazság érzetemet bántja, nincs bennem dű. Ezt már a hobbi régész mondta híradónknak, akinek felfedezése az egész ügyet átírta. István több mint 10 éve harcol a rablógyilkosság kapcsán felajánlott 25 millió forintos nyomravezetői díjért, mint hiába. A férfi jelenleg is perben áll itthon, de már az Európai Bíróságon szerezne érvényt a szerinte neki járó pénznek. Ezt több ízben elbuktam, a pervesztessé váltam a magyar bíróságokon. Most valóban az Alkotmánybíróságnál van, éppen egy hiánypótlást ültem be az elmúlt hetekbe. Ennek a végét meg kell járni és várni, és ezután mehetek ki az Európai Bíróságra, ahova ki is szeretném vinni az ügyet. Szebenyi István hozzátette azt is, a hazai és uniós joggyakorlat sem gyors. Mégis abban bízik, hogy egy másfél éven belül számára is pozitív döntés születhet az Európai Bíróságon. 4 férfit fogtak el a borsodi rendőrök, a készenléti rendőrség és a terrorelhárítók segítségével. Azzal gyanúsítják őket, hogy nagy mennyiségben kereskedtek kábítószerrel. Egy mezőcsáti és 2 miskolci férfit a borsodi megyeszékhelyen, még egy jászberényit a budapesti címén fogták el a rendőrök. A borsodiaknak a készenléti rendőrség és a terrorelhárítás munkatársai is segítettek. A házkutatásokon kiderült, hogy nagy mennyiségben kereskedtek kábítószerrel a társaság tagjai. A nyomozók a gyanúsítottaktól lefoglaltak összesen több mint 1300 g amfetamint, több mint 1100 g marihuánát és közel 200 darab ecstasy tablettát, valamint 15 millió forint készpénzt, közel 1400 eurót és a kábítószer kereskedelemhez szükséges eszközöket is. A 4 férfit a rendőrök elfogták, kihallgatták. A Jászberényi gyanúsított egyébként annyira biztonságban érezte magát, hogy a lakásán éppen kábítószerpartit tartottak. Itt kokaint és marihuánát is találtak a terrorelhárítók. A bíróság mind a 4 drogdirelt letartóztatta. A TEK vonta felelősségre azt a fiatalkorút, aki az interneten viccből úgy tett, mintha merényletekre készülő terrorista lenne, közölte a fővárosi főügyészség. A fiatalember az Iszlám Állam nevében merényleteket helyezett kilátásban Németországban, Magyarországon és Japánban. A kihallgatáson a fiatal beismerte, hogy ő fenyegetőzött. Az ügyészség ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy terrorcselekménnyel fenyegetőzni nem tréfa, hanem 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztésen járó bűncselekmény, még akkor is, ha valaki csak színlelte, hogy merényletet akar elkövetni. Nem bírnak a vaddisznókkal, a Balaton északi partján Révfülöp környékén a helyiek szerint azóta szaporodtak el a vadak, amióta új vadásztársaság működik a területen. Az állatok egyre bátrabbak, szinte beköltöztek a lakott területekre. Ezeket a felvételeket az utóbbi néhány napban készítették Révfülöpön és a vele szomszédos Balatonszepezden. Ezeken jól látszik, hogy a vaddisznók ugyanolyan nyugalommal sétálgatnak az utcán, mintha az erdőben lennének. Most már olyan szelíd belterületi vaddisznók figyelhetők meg, amik nem félnek az embertől, és a szelídségük veszélyt jelent az ember számára, félelemérzetük nincsen, az ember megijed, és hát folyamatosan tesznek fel Facebookról olyan felvételeket, hogy megkergetik az embereket, most pedig ugye hallottunk egy ilyet, és megöltek egy kutyát. 2 hete támadták meg a kutyát a faluban a vaddisznók. Az esetet végignéző nő azt mondta, hogy hatalmas robajjal érkeztek a duvadak, és kergették a kutyát. Próbálta őket elriasztani, de hiába.
Sajnos csak annyit tudtam csinálni, hogy az új szőlőbe lekergettem őket, ahol ugyanezt folytatták. Még legalább 10 percig, irtózatos robajjal, és egyszer csak abba hagyták, és akkor utána elszaladtak, és akkor láttam, hogy a kutyát azt megölték közbe. A vaddisznók már a kertekbe is bemennek, az sem zavarja őket, ha ott éppen van valaki. Apukám itt kint elbóbiskolt a szép időn, és arra ébredt, hogy valami zaj csap körülötte, és amikor kinyitotta a szemét, akkor látta, hogy két nagy anyakoca és 8 kicsi közvetlenül mellette eszegetik föl a földről a leesett terméseket a mandulafákról. Felnőttek is félnek, nyaralók sok is vannak, az idősebb emberek már bottal mászkálnak, jönnek az utcán, én magam is, vagy mindig a bot a kezemben van. A helyiek azt mondják, hogy már most is félnek, de attól tartanak, hogy a szezon közelettével egyre több gyerek jön a településre. Táborok is működnek itt, így az ott lakókat is féltik. Azt mondják, hogy már mindenkihez fordultak, de segítséget nem kaptak. Most először lehetett a rezidenciáján kívül látni a brit királynőt, amióta kitört a járvány. Második Erzsébet, ráadásul nem is akárhogyan, lóháton volt látható a Windsori kastély közelében. Az uralkodó itt vonult önkéntes karanténba, miután a leginkább veszélyeztetett korosztályba tartozik. A 94 éves királynő pónián lovagolt egyet, és láthatóan kitűnő egészségnek örvend. A koronavírus járvány miatt az interneten rendezték meg a kisbabák mászó versenyét, amit minden évben megtartanak Litvániában. Az apróságok idén nem együtt, hanem otthon külön-külön versenyeztek, de semmit sem változtatott az esemény hangulatán. Csoportos videóhívással kezdődött az egyévesnél kisebb babák idei mászóversenye Litvániában. Amikor mindenki megvolt, a csecsemők elindultak az otthon felállított versenypályán. Volt, akinek az apukája is besegített egy kicsit, legalábbis némi motiválással. Ez alkalommal itthon oldottuk meg a versenyt. Folyamatosan filmeztük a babát. Érdekes volt, de egyben fura is, mert nem láttuk a többi résztvevőt, mondta a 10 hónapos Rokász apukája, akinek bevallása szerint nem készültek túl sokat a versenyre. Legfeljebb naponta kétszer tudták rábírni a kisfiút arra, hogy haladjon át a célon. Ehhez szükség volt a játékaira, de még a mosogatógépre is. A kis Rokász ugyan most csak negyedik lett, de a családja rendkívül büszke rá. A sorrend egyébként úgy dőlt el, hogy a babák szüleinek fel kellett emelniük a gyereküket, mihelyt azok átjutottak a célon, ami persze kissé kétségessé teszi az eredmény hitelességét. A déli híradó után is lesz fórum, Somos András már várja Önöket. Szervusz András, milyen témákat ajánlasz a nézőknek? Szervusz Anna, köszöntöm a nézőket. A zavargások lesz az első, és hogy Donald Trump végső eszközként a hadsereget is bevetné, aztán itt van a veszélyhelyzet után fennmaradó rabszolgatörvény, vagy valaki úgy nevez egy rabszolgatörvény 2, mert ugye a járványhelyzet alatt hozott a kormány egy rendeletet, amely 2 éves munkaidőkeretet biztosítana. Most benyújtották, hogy ez a veszélyhelyzet után is maradna, és a nemzetgazdasági szempontból stratégiai jellegű vállalatok számára lehetne egy rugalmas helyzetet teremteni a foglalkoztatás szempontjából. És akkor a harmadik téma, hogy az olasz orvos, aki azt mondta, hogy a járvány ez a mutációkon keresztül a vírus tekintetében egy gyengült kiadásban van már csak jelen, erre a WHO azt mondja, hogy hát ez azért nem így van, ezt senki nem igazolta, és hogy jobb az óvatosság. Ez a jobb félni, mint megijedni alapon. Úgyhogy ezek a témák. Köszönöm szépen, András. Most tehát a híradónak vége, de azonnal kezdődik a fórum, maradjanak velünk, hívják Andrást. Én pedig friss hírekkel legközelebb 17:25-kor várom Önöket, legyen nagyon szép napjuk, viszontlátásra!